És tudják, az a jó az országgyűlésben, hogy frakcióvezető helyettesből is sok van, de szerintem Tompos Márton nem olyan frakcióvezető helyettes, aki a felszólalás előtt bejelentkezik frakcióvezető helyettesnek, hanem általános frakcióvezető helyettes. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A Momentum országgyűlési képviselőjéről van szó. Szép jó reggelt kívánunk, és mai segítünk Árpási Bence Népszavától. Szervusz, jó reggelt kívánunk téged az első kérdés. Megadtuk az alaphangulatot szerintem. Szerintem megvan, úgyhogy akkor vágjunk is bele. Én azt javaslom. Egy pár kollégák szóba hozták az orosz tankönyveknek a kérdését. Mit gondol, hogy a magyar külügy az eddig miért nem kérette be mondjuk a nagykövetet? Ugye Mentzer Tamásnak futotta egy origós nyilatkozatra, amelyben közölte, hogy 56 témája az nem vita kérdés. Igen, az én logikám mindig az, hogy a Fidesz csak akkor csinál valamit, hogyha azt mérje, hogy a saját táborának ez kellemetlen. Szerintem nem mérték azt, hogy ez kellemetlen, ezért egy Mentzer nyilatkozattal intézték az egészet. Ugye, és egy Demeter Szilárd nyilatkozattal. Igen, ez nagyon sokat hozzátett az ügyhöz. Mi ezért ajánlottuk fel a terrorháza belépőket az orosz nagykövetnek és a munkatársainak, reméljük, hogy elfogadják, és kicsit tudják közvetíteni az üzenetünket, hogy nem, 56 nem egy fasiszta lázadás volt, ahogy ezt az új putinista propagandában megfogalmazták. Létezhet az önök szerint, hogy hogyha a kormány erre nem tesz semmit, semmi olyan lépést, ami nyomatékosabb lenne mindannál, mint ami eddig történt, akkor gyakorlatilag legitimizálja az orosz kijelentést, és hallgatólagosan kvázi még bele is egyezik, vagy egyetért ezzel? Nem hiszem, hogy egyetértenek. Szerintem ők folyamatosan a mindenféle elveket félretéve maximális pragmatizmussal állnak hozzá, hoz nekik, vagy nem hoz nekik. Hogyha tesznek valamit, azzal validálják, hogy van egy ilyen probléma, és nekik teljesen máshogy kéne hozzáállni Oroszország kérdéséhez, amit ugye az ellenzék és mi magunk is már nagyon régóta követelünk. Ezt, hogyha megteszik, akkor nyilván ez egy politikai kockázat számukra. Mondom, itt nincsenek elvek. Itt nincs olyan, hogy ugye van ez a mondás, hogy Nagy-Britanniának nem ellenségei, meg barátai vannak, neki érdekei vannak. Ugyanaz van itt is. A magyar kormány úgy áll hozzá, hogy nem számít semmi, se a legszentebb magyar történelmi emlékeink, vagy a legfontosabb eseményeink. Az számít, hogy politikailag nekik megéri, vagy sem. Szerintem azt számolták, hogy ez nekik az a legjobb, ha elhallgatják az egészet. Lehet, hogy majd, ha ezt életben lehet tartani, ezt az ügyet, és mi rajta vagyunk, akkor majd nyilatkoznak, egyelőre nem várok tőlük többet. Picikét hadszáfolyam képviselő urat, mert azért itt a kormányzati nyilvánosságban azért voltak olyan hangok, vagy vannak azért hallhatóak olyan hangok, amelyek meglehetősen kritikusak ezekkel a tankönyvekkel szemben. Hát például a minap is a Magyar Nemzet egyik cikkében történelem hamisításnak nevezte az ebben foglaltakat, és hát azért, hogyha a Magyar Nemzetben van valami, azért azt illik kellő súllyal kezelni, én azt gondolom, kormányzati megnyilvánulások tekintetében. A kormányzati megnyilvánulások, igen, úgy értem, jó, mert ugye azt hittem, hogy ez irónia lesz, de értem. Iróniának is felfoghatjuk kormányzati állítások nélkül. Menjen el Szijjártó Péter, ugye most mi vitatkoztunk a Transit Fesztiválon Hídvégi Balázsról, és az volt az egyik töréspont, hogy szerintünk nem szabad elmenni Lavrovval találkozni egy az egyben. Szerintük meg igen, mert az érveit meg lehet hallgatni. Ha van már ilyen kapcsolat az összes uniós kérés ellenére, és a magyar külügyminiszter igenis hajlandó találkozni az orosz külügyminiszterrel, akkor ott a lehetőség, hogy elmenjen, elmondja neki, hogy ez tarthatatlan állapot, és hogyha nem csinál ezt meg azt, akkor esetleg kitiltunk egy-két diplomatát, esetleg máshogy fog hozzáállni a magyar kormány az orosz ügyekhez. Tehát vannak azért vörös vonalak. A magyar történelem egyik legfontosabb pillanatát lefasisztázni, erre nem lép semmit a kormány, az egy olyan vörös vonal, ami után minden kormánynak kötelessége lenne lépni, még olyannak is, aki elvek alapján politizáltak, és olyannak is, amelyik teljesen pragmatikusan elvek nélkül. Amúgy szerintem az a kijelentés a tankönyvben, vagy megfogalmazás, hogy hiba volt 89-ben kivonni a szovjet csapatokat az országból, az azért súlyosabb, mert hogy ennek a jelenlegi háború szempontjából is van egy konkrét üzenete, és Putyin előzetes premisszáinak a megfogalmazása szempontjából is érdekes, tehát hogy mi a célja Oroszországnak, hogy visszaállítani a 91 előtti állapotokat, ugye itt a térségben, ebben a szovjet érdekszférában, az egykori szovjet érdekszférában. Szóval ilyen szempontból ez nem mindegy, hogy Putyin főtanácsadója hogy írja meg azt a tankönyvet az orosz diákok számára.
Így van, és azért azt láthattuk, hogy Putyin elnök azért korábban tett olyan kijelentéseket, hogy a Szovjetunió összeomlása egy igazi tragédia volt. Most láthatjuk Magyarországon, és láthatjuk tudom, az összes olyan autoritár irányba hajló országban, ami hasonló rendszerrel büszkélkedhet, hogyha szétverjük a nyilvánosságnak azt a részét, ami a szakmaiságot képviseli. Tehát, hogyha nem történészek írják meg a történelemkönyveket, ha mondjuk akkor ez lesz, hogyha nem a hatóságok nem járhatnak el mondjuk gumilerakatok vagy akugyár lerakatok ügyében, akkor az lesz, amit láthatunk. És ez az ilyen következmény, hogy van egy ember, aki gondol valamit a világról, ő a fővezér, és ahhoz igazítjuk a valóságot, ahhoz igazítjuk a történelemtanítást, ahhoz igazítunk mindent, ez az, amit nem szabad hagyni, de hát most... Na pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy milyen megoldást tartanának látszólagosan elfogadottnak, és azért teszem hozzá a látszólagosant, mert azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy az orosz tankönyvekből ez kikerüljön, tehát hogy attól a féltől kevésbé válhatjuk, de ha a kormány ebben karizmatikusan szeretne fellépni, hogy annak tényleg hatása legyen, akkor az mi lehet? Mert végül is Mentzer Tamás kijelentésére nincs ezen mit megkérdőjelezni, lépjünk ezen tovább, elhatárolódunk tőlük. Mi más tudna tenni? Bezúzatják a könyveken? Bár ezt ő nem mondta, hogy elhatárolódott. Nem, azt már én tettem hozzá, ő csak azt mondta, hogy a tényeket, ugye azokat tényként kezeljük, igaz? És nem nyitunk vitát. Ugye, csak egyet hadd lépjek hátra. A propagandának az elsődleges célja az, hogy a saját hazai közönséget befolyásolja. Tehát amikor mi látunk orosz propagandát, ami Magyarországra, Ukrajnára, bárhova céloz, akkor az másodszorban szól nekünk, elsősorban hazafele szól, káoszt próbál teremteni, és itt is ezt látjuk, hogy amikor az oroszok provokálnak, akkor az nem nekünk szól, hanem otthonra. Mit tudott tenni a magyar kormány kérdéskörre? Azért azt, tehát az, hogy nem vitatkozunk róla, ez nem kiállás. Ez egy söpörjük a szőnyeg alá az ügyet. Amit lehetne tenni, történész konferenciát összehívni, egy másik történelemkönyvet elküldeni, a videókat elküldeni, bármit lehetne, ezerféle kreatív megoldást tenni, kulturális, tudományos vagy diplomáciai szempontból, ha lenne rá szándék, de nincs. Ha már a Terrorháza Múzeum szóba került, megkerülhetetlen kérdés, hogy Havas Szófia MSZP-s politikusnak szintén ajánlana-e Terrorháza belépőt, ő azért majd, hogy nem hasonló állásponton van ebben a kérdésben, mint az orosz tankönyvben. Megfogalmazottak. Nem pazarolnék erre pénzt őszintén szólva az oroszoknál is, mert sokkal nagyobb súlyt képvisel a magyar emberek jövőjét illetően az, hogy milyen kapcsolatunk van Oroszországgal, mint az, hogy Havas Szófiának a tudása az frissítő van-e vagy sem. Nyilván mi felajánlottuk az orosz nagykövetségnek, hogy a szankciókra tekintettel mi állni fogjuk ezeket a költségeket, látjuk, hogy most nincsen pénzük, de Havas Szófiának a, nem tudom, tudása vagy a tájékozatlansága az nem izgat különösebben. Hogy kérdezzek rá, a Transit Fesztiválon folytatott vitára Hídvégi Balázzsal már említette, hogy szóba került. Azt mondta a Fidesz politikusa, hogy a Momentumnak inkább azon kéne gondolkodni, hogy mennyiben tudja a magyar érdekeket előmozdítani az Európai Parlamentben, hiszen a fideszes politikus úgy ítéli meg, hogy minden megmozdulásukkal azt szeretnék elérni, hogy Magyarországnak lehetőleg a legkevesebb pénz jöjjön, és a magyar érdekekkel szemben mindig egy olyan álláspontot képviselnek, amely az ország megbüntetését célozza. És hogy mi a kérdés, bocsánat, tehát az, hogy mit tudok mondani erre a fideszes propagandára? Egyrészt az a kérdés, hogy ugye elkörül folyt a legnagyobb polémia, ahogy én megnéztem, vagy a migráció kérdéséről, erről is beszélhetünk, de engem igazából az érdekel, hogy érzik-e annak a felelősségét, hogy itt tulajdonképpen van egy ország, amelynek a pénzei be vannak fagyasztva. Hát ennek a felelősséget a kormánynak kell éreznie. Tehát azért azt látjuk, hogy aki ezt a döntést meghozza, az az Európai Tanács. Aki egyébként önökre fogja, legalábbis a Momentumos EP képviselőkre azt, hogy miért vannak befagyasztva ezek a pénzek, úgyhogy én legalábbis így értelmezem Andris kérdését, hogy... Há, értem, köszönöm. Most azért tegyük ezt tisztába, hogy aki befagyasztja ezt a pénzt az Európai Tanács, ahol ott ül a magyar kormány, kormánytagonként nagyjából két államtitkárral, az Európai Parlamentben több képviselő a Fidesznek, mint az egész ellenzéknek együttvéve, az összes európai intézetbe a Fidesz delegál embereket, tehát hogy több száz fő van ott, és akkor az MCC és nem tudom hány milliárdos kutatóközpont, vagy milyen lobbyközpontról nem is beszélünk, és az az állítás, hogy azért nincsenek pénzek, mert kettő darab momentumos képviselő kint dolgozik.
ne vicceljünk már. Azért nincsen állítás, mert Mészáros Lőrinc ott jaktozik, azért nincs állítás, mert sertésszaunára, low-wellness-re, lomkora nélküli sétányra költik el ezeket a pénzeket. Ellopják a pénzt. De képviselő, már ott a vitán is elsiklott amellett, az érv mellett, hogy Donát Anna és Cseh Katalin része egy nagyobb globalista összeesküvés szervezetnek. Nem tudom pontosan megfogalmazni, mert én is csak hallom ezeket. Szóval, hogy azt kell látni, hogy ők ketten vannak, de ők részei a nagy egésznek. A big picture-t mindig elfelejti képviselő úr. Hát ezt tudom vállalni, ugyanis ennek a nagy egésznek, elvileg én is a része vagyok Momentumos országgyűlési képviselőként, aztán még soha nem találkoztam ezekkel az elemekkel, ezzel a nagy hálózattal, úgyhogy én azt szoktam mondani a fideszes kommentelőknek, vitán a nézőknek, akik bekérdeznek valami hasonlót, hogy rólunk, tőlünk tájékozódjon. Tehát, hogy én elfogadom, hogy valaki a Fidesz tevékenységéről a Fideszről akar tájékozódni, aztán elolvassa az értelmezéseket, rólunk is, tőlünk tájékozódjon. Ez olyan, mintha a Fideszt az alapján ítélnénk meg, hogy mit mond magáról. Ítéljük meg, aztán majd megnézzük azt, hogy mások mit mondanak. Van-e egyáltalán értelme elmenni a tranzitra vitatkozni fideszes politikusokkal úgy, hogy a kereteket lényegében ők maguk alakítják ki, és önöknek nincsen ebbe semmi beleszólása, és talán ennek egyik legeklatánsabb példa az, hogy a sajtót kitiltották a rendezvényről. Ez egy nagyon jó kérdés, mi is nagyon sokat gondolkodtunk ezen. Tehát és mik voltak ezek a fő motivumok, amik a mentén mérlegeltek? Mi ott húztuk meg a határt, de azt mondtuk, hogy egy panelbeszélgetésre beülni biodíszletnek, meg sörözni, meg koncertezgetni, meg nem tudom, haverkodni utána, azt nem szeretnénk, köszönjük. Tehát, hogy így nem akarjuk legitimálni ezt a dolgot. Elmenni és fideszes közönség előtt elmondani azokat a tényeket, hogy 17%-os inflációnk van, a második helyzet Csehországnak 10%-a, az uniós átlag 6%-a, az, hogy 4 hónapja, vagy 4/4 éve csökken a magyar GDP, 10 hónapja csökken a reálkeresetek értéke. Szóval az ilyen dolgokat belevágni egy prominens fideszes arcába, illetve elmondani fideszes közönség előtt, annak van értelme, mert úgy gondoljuk, hogy ezek azok, amiket a fideszes média elhallgat nagyon sok esetben. Csak ez nem farahány borsó? Mert hát azt a közönséget önök nem tudják úgysem meggyőzni. Ezt nem tudom, hogy ez teljesen egészében így van. Tehát, hogy amikor az emberek először szembesülnek vele, azért az... Tehát, hogy ugye közmédiával kapcsolatban, bocsánat, nagyon sokszor azt szokták mondani, hogy miért nem hívják meg az ellenzéki képviselőket, de ők meghívják, nem ez a probléma. Az a probléma, hogy nem beszélnek olyan témákról, ami nekik kellemetlen, vagy ha igen, akkor ugye ezt újságíróknak nem kell magyaráznom, először elmondják a cáfolatot, és aztán beszélnek arról, hogy mi maga a tény, tehát hogy manipuláltan fogalmaznak. Úgy gondolom, hogy ha ez szembe megy, és ezt elő lehet adni, akkor igenis van értelme. Meg hogyha ismerjük talán azt a fogalmat így a pszichológiából, hogy szekundár szégyen, akkor egy-egy ilyen kinevetés mögött akár az is meghúzódhat, hogy tudjuk az állítás igazságtartamát, de már igazából magunkon is nevetünk azon, hogy hát ennek ezt igazán legitimáljuk azzal, hogy teret engedünk nekik, és hagyjuk, hogy helytálljanak. Tehát bemenni igazság szerint a darázsfészekbe, az lehet egy tökös dolog, hogy így fogalmazzak, hogy legalább gondolatmagocskákat el tudjon szórni az ember, és aztán meglátni, hogy lesz-e abból a pillangó száncsapása, hogy valahol hatást fognak elérni. Az a kérdés valóban viszont tényleg jogos Bence részéről, hogy képes-e nagy hatást elérni. Lehet ennek olyan hozománya a Momentum szempontjából már milyen értelemben, ami aztán mérhetővé válik? Szerintem, hogyha nem tudom, 10-20 ember elkezdi követni a Momentumot, elkezdi megnézni az én oldalamat, elkezd tájékozódni erről, vagy csak megnézi ezt a műsort, már beljebb vagyunk. Tehát, hogy mi azt mondtuk, hogy sosem fogunk ezzel, nem tudom, kormányt váltani, hogy elmegyek a tranzitra vitázni, vagy Bedő Dávid Hollikkal vitázik a tranziton, nem ettől lesz kormányváltás, de ezt a rendszer csak tégláról téglára lehet leszedni, ez egy ilyen tégla volt. Mit érzett akkor, amikor éppen a közönség, amelyről beszélnek a kollégák, akkor nevetett, amikor Ukrajna sikereiről beszélt? Az egy nagyon-nagyon érdekes érzés volt, mert azt láttam, hogy igazából, hogyha tényleg az olyan csatornákat követnék, amik bemutatnák az ukrán veszteségeket és sikereket, az orosz veszteségeket és sikereket, tehát objektívebb csatornákat, akkor nem nevettek volna. Tehát számomra azért nagyon fura, és hadozzak ide egy furcsának tűnő példát, de jól bemutatja, hogy mi van itt Magyarországon. Parlamenti képviselőként kérhetek sajtófigyelést, bármilyen témában. És a sajtófigyelés például a külügyi témában úgy néz ki, hogy Szijjártó Péter Facebookon ezt mondta, Szijjártó Péter Facebookon ezt írta ki, Szijjártó Péter Facebookon így csinálta, a saját propagandájukat teszik be saját maguknak sajtófigyelésnek. És azért volt ez nekem fura, visszatérve erre a kérdésre, mert úgy látszik, hogy ők egy ilyen körben vannak,
hogy folyamatosan kitalál valamit, azt megerősíti, újra meghallgatja, és nem hajlandó kilépni ebből. És ugyanez történik itt az ilyen tranzitfesztiválos vitákon is, hogy ami nem a körön belüli információ, azt egyszerűen kinevetjük, lehet, hogy ilyen félszből vagy szekunderszégyenből, lehet, hogy azért, mert tényleg nevetségesnek tartja, de nekem ez nagyon ijesztő volt, mert tényleg azt mutatja, hogy ők elhiszik azt az orosz, a saját propagandájukat elhiszik. Ugye mindig van egy ilyen dilemma az ellenzéki képviselőben, hogy most komolyan ezt az gyerek átműtős, meg globális soros hálózatos hülyeséget hiszik el az emberek? Sajnos egy csomó esetben tényleg elhiszi, még a politikus is. Sajnos lejárt az időnk. Köszönjük szépen, hogy itt volt, köszönjük Bence a kérdéseket, gyere máskor is. Köszönöm a meghívást. Köszönöm a lehetőséget. Thank you.